Nyíregyházának azt gondolom egy kuriózuma, mert Nyíregyházának nincs még egy olyan városrésze, ahol egy ilyen közösségépítő program lenne, hogy minden évben van rá dokumentum és visszautalás, hogy minden évben megrendezik ezt a nagyszabású rendezvényt. 1972-ben épültek a Józsaváros első lakásai. Nyíregyháza legrégebbi lakótelepének történetét korabeli újságkivágások is őrzik az Ungvár sétányon, amelyeken a józsavárosi napokról is olvashatnak a szemfüles járókelők. Ezen a képen például az látszik, hogy már a 70-es években is több ezer nézőt vonzott a programsorozat, amely idén kerek évfordulóhoz érkezett. 50 évvel ezelőtt a szervezők nagyot álmodtak és hagyományteremtő közösségépítő jelleggel indították útjára ezt a nagy volumenű rendezvényt, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Nyíregyházának a Józsaváros egy olyan városrésze, amely 50 éve minden évben az augusztus 20-át megelőző hétvégén megrendezi ezt a programját, és azt gondolom, hogy emiatt méltó arra, hogy a tavasz folyamán bekerült a nyíregyházi helyi értéktárba, úgyhogy most már a helyi értékeket gazdagítja ez a rendezvény, mind kulturális, mind hungarikumát tekintve, ugyanis a színpadi és a kísérő programok mind-mind okot adnak arra, hogy az értéktárban helyet kapjon. A kétnapos rendezvénysorozatot augusztus 16-án és 17-én tartják. A szervező civil szervezetek mellett az önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ is támogatja a programok lebonyolítását. Két nap alatt két helyszínen jelenítjük meg az embereknek ezt a rendezvényt. Az egyik az az Ungvár sétány 33 szám, az a Józsavárosi Művelődési Ház, és maga a Józsavárosi Művelődési Házban lesz sportfoglalkozás, és az előtte lévő területen, ott az Ungvár sétányon, valamint a szombati nap, a 17-én, akkor pedig itt a hátam mögött lévő Ungvár sétány területén, egészen a Robin Domtól a Csoki Suliig végig lesznek kitelepülések, és végig tudjuk szórakoztatni a színpadi programok mellett az érdeklődőket. A sportnapra augusztus 16-án, pénteken 16 órától várják az érdeklődőket. Megjelenik a jóga, amire regisztrálni lehet az Egyesület honlapján, hiszen ez beltérben a Józsavárosi Művelődési Házban zajlik majd, de a senior tornától megkezdve a pingpong, a női asztali teniszklub is velünk lesz, a box képviselői, és természetesen a Spirit Medibol Egyesület is. Kísérő programként megjelennek a vízidodzsám, a kézműves foglalkozás, és egyéb játékos feladatok is. Szombaton színpadi produkciók, gyermekprogramok és a hagyományokhoz híven termékkóstolók várják az érdeklődőket. Többek között fellép a Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport, láthatják Naninsky és Figaro akrobatikus műsorát, valamint a Vidám Manók együttes is koncertezik majd. Színpadra lép továbbá a Szabolcs Néptánc együttes és a Four for Dance. A programok délután 14:30-tól kezdődnek, rögtön a köszöntők után pedig egy 500 szeletes Zahár tortát osztanak szét a látogatók között, amelyet a Vessik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjai készítenek el. Este 9 órától tűzijáték kezdődik, ezt követően éjfélig tart majd az utcabál.